Humán meteorológiai tanácsok következnek. Vendégünk Ivádi Anett humán meteorológus, a Meteo Klinika munkatársa. Üdvözlöm! Üdvözlöm, köszöntöm a kedves nézőket is! Nagyjából egy héttel vagyunk túl a tavaszi óraátállításon. Ez az idő elég volt arra, hogy kieverjük azt a kis bizonytalanságot, amit az óraátállítás okoz nekünk? Hát bizonyára vannak olyan emberek, akik nagyon könnyen átálltak, és egyik napról a másikra megszokták a nyári időszámítást, de olyanok is akadnak, igaz, jóval kevesebben vannak, akiknek mondjuk egy hét is kevés volt ahhoz, hogy teljesen átszokjanak erre az új rendre. Ilyenkor azt tudom majd tanácsolni, hogyha kimennek a szabad levegőre, minél többet kint töltenek, és akkor egy kicsit elfáradnak, és jó eső fáradtsággal fekszenek le este, akkor könnyebben megy az elalvás, sőt mélyebb is lesz, és bizony reggel is már könnyebb lehet a felkelés. Valamint akkor is könnyebben lehet felkelni, például, hogyha valakinek ez a problémája, hogyha csak félig engedi le a redőny, félig sötétít be éjszaka, és most már elég korán kell ahhoz a nap, hogy besüssön a kora reggeli órákban, és erre is jó ébredni. Körülbelül mennyi időnek kell még eltelni, amíg nagyjából ugyanolyan lesz egy napnak a ritmusa, mint az óraátállítás előtt? Hát, mint ahogy említettem, azért a nagy többségnek már felvette a szervezete ezt az új ritmust. A többségnek is már csak egy-két napra van szüksége, de hogyha figyel arra, hogy kiegyensúlyozottan megszokott napi rend szerint éljen, tehát kényszeríti magát arra, hogy egy bizonyos beosztás szerint mindig pontosan ugyanabban az időpontban csinálja a napi rutinját, akkor ez sokkal könnyebben megy. Ugye az átlagember azt érzékeli most az elmúlt napokban, hogy melegszik az idő, egyre kellemesebb. Ez a mostani időjárás, ez megfelel az átlagosnak? Mert azért kérdezem, mert korábbiakban voltak ugye az átlagtól eltérő időjárások is. Ez a mostani március, ami mögöttünk van, ez egy rendkívül extrém meleg március volt. Az átlaghőmérséklet az mintegy 5 fokkal meghaladta az olyankor szokásosat. Előfordultak olyan napok, amikor a napi középhőmérséklet, tehát nem a maximum hőmérséklet, hanem a legalacsonyabb és a legmagasabb hőmérsékletből számított átlaghőmérséklet is még 10 fok felett volt, ami május elejének megfelelő, és hát elmondható nagyjából, hogy az egész hónapban ilyen nagyon meleg volt, még az április az most kezdődött, és hát az április az ugye a szeszélyességéről ismert, ilyen konkrét dolgot nem lehet mondani, de az biztos, hogy ez is a megszokottnál több fokkal melegebben indult. Különben ez a hőingadozás, ez az áprilisra már nem jellemző? De áprilisban is nagyon gyakran előfordulhatnak akár 15 fokot meghaladó napi hőingadozások is, tehát hogy reggel nagyon hideg van, este vagy napközben pedig nagyon hirtelen gyorsan felmelegszik a napsütés hatására a levegő, aztán este ugyanilyen gyorsan le is hűl. De az is előfordul, hogy egyik napról a másikra is nagyot változik a hőmérséklet, ez mindig front tevékenységhez köthető, és mivel hát az április szeszélyes, így számíthatunk arra, hogy mondjuk egyik nap üvösebb van, másik nap melegebb, de télies fordulat az egyelőre, hát mondhatom, hogy már úgy látszik, hogy nem várható. Most egyelőre ugye tiszta és száraz idő volt, szél nélkül. Az áprilisi szeszélyesség az esetleg megmutatkozhat a csapadéknak a változékonyságában is? Most jóslatok nélkül, csak általánosságban kérdezve. Természetesen ott is megmutatkozhat. Most itt a kerületben csapadék hiány van, tehát ha visszagondolunk, akkor bizony már elég régen volt egy kiadós eső, ami átáztathatta volna a földeket, és hogyha egy kicsit szelesebbre fordul az idő, akkor gyakran ilyen porfelhőt tud felkavarni, tehát a levegőben nagyon sok lesz a por, de az előfordulhat, hogy mondjuk jön egy esőzés, sőt most már mivel inkább átléptünk a nyári fél évbe, tehát már nyári időszámítás szerint vagyunk, túl vagyunk a napi egyenlőségen is, most már egyre gyakrabban előfordulhatnak rövid ideig tartó, de nagyobb csapadékot adó záporok és akár még zivatarok is. Ugye említette azt, hogy por verődhet föl, de ugye ez nem keverendő össze a smoggal, légszennyezettséggel és egyéb hasonló problémákkal? Nem, ez a felkavarodó por, ez nagyobb szemcséjű, inkább ilyen homokszemcséket tartalmaz, de ez is ugye zavaró lehet, belemegy az ember szemébe, az orrába. A másik, amikor azt mondjuk, hogy a szállópornak a mennyisége növekszik meg a levegőben, az a PM10, tehát a 10 mikrométernél kisebb szemcse átmérőjű ilyen mikrorészecskéket jelenti.
Szó volt arról, hogy egyre több a napsütés, az ember ugye érzi is azt, hogy szívesen megy most már ki a szabad levegőre. Szoktunk beszélgetni már nyár fele arról, hogy az UV-sugárzásnak milyen az ereje. Van-e már veszély? Igen, már van veszély, és napról napra egyre növekszik a napállás is, sőt egyik napról a másikra 3-4 perccel is hosszabbodhatnak a nappalok. Az érzékenyebb bőrűeknek a déli órákban akkor, hogyha huzamosabb ideig kint tartózkodnak a szabad levegőn, főleg, hogyha derült tiszta az idő, akkor már érdemes védeni a bőrüket a leégéstől. Első körben lehet ez még mondjuk, hogy beárnyékolják magukat, tehát minél kevesebb szabad bőrfelületet hagynak kint, de hogyha melegük van, akkor viszont használjanak fényvédőkrémeket. Gyerekek kimehetnek fényvédőkrémek nélkül, vagy már náluk is használni kell ilyesmit? A gyerekek bőre még érzékenyebb, különösen a kisgyerekeké, az újszülötteké, őnáluk óvatosabbnak kell lenni. És akkor még egy kérdés a végére, ugye a pollenről mindig beszélgetünk, ugye azt tapasztaltuk, hogy most már egyre többféle pollen van, akár nagyobb koncentrációban is. Ezen a héten vagy a következő időszakokban mivel kell számolnunk ebben a tekintetben? Továbbra is magas, egyik napon akár nagyon magas is lehet a levegőben lévő pollen koncentráció. Most már a legtöbb panaszt az a nyárfa, a nyírfa, a fűzfa, a kőr is okozza, de most már a tölgynek a virágpora is megjelent tüneteket okozó mennyiségben. És ahogy megyünk bele egyre inkább a tavasz közepébe, a nyár felé, ez egyre csak több lesz, tehát egyre többféle és egyre több, egyre nagyobb mennyiségű pollen. Tehát aki tudja magáról, hogy allergiás, vagy tapasztalja ezeket a jellemző tüneteket, például az orfolyást, a szemviszketést, könnyezést, az már számíthat arra, hogy ezek a tünetek felerősödnek. Ez az allergiásoknak nem jó hír, de legalább tudjuk, hogy most már igazi tavasz van. Igen. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönöm én is.